Az iszak-bácskai termelőket nem érte váratlanul az a hír, hogy a Mid-Európa tulajdonába került a belgrádi mellett a szabadkai tejüzem is. Péro Bencsik tavankúti termelő pillanatnyilag 75 tehenet tart, a tejüzem támogatásával pedig tovább bővíti jószág állományát. Már régóta készen állunk erre, korábban is mondták, készüljünk fel az ilyen eshetőségre. Azt ígérték, semmi nem változik, úgyhogy mi ebből a szempontból nyugodtak vagyunk. Vinka Stantić kisboszniai gazda néhány hete értesült arról, hogy a Mid-Európa befektetési alap veszi át a szabadkai tejüzemet. Szerinte a jövőben nem kell különösebb változásokra számítani. Az egyedüli újítás, hogy a teljes üvegekre nyomtatott kódot kell helyeznünk, a kézzel írottat többé nem fogadják el. Emellett fokozottan ügyelnek a tejszállító tehergépkocsik karbantartására. A Mid-Európa befektetési alap egyébként az IMLEC-hez tartozó, Macedóniában, a boszniai szerb köztársaságban és Montenegróban működő összes tejgyárat felvásárolta.